Itt üdvözlöm a beszélgető társunként Peternák Miklóst, Sugár Jánost és Rozsás Nolaszko Liviát a ZKM-ből, Karlsruhe-ból. Skype-on itt van mellettünk balra. A Megőrzés folyamatban című filmet követően a médiaművészet problémáiról fogunk beszélgetni. Olyan kérdéseket igyekszünk megválaszolni, mint hogy minden az eredeti kontextuson túli megőrzés egyenlő önkéntelen dekonstruálás. Továbbá azt is, hogy a médiaművészeti alkotások kényszerű újrainterpretálásra alkotott műveke, a médiaművészet, mint műfaj, ennek a tisztázása. Mikor találkozhattunk először, illetve mikor találkozott bárki először a számára meghatározó médiatartalommal? Mik lehetnek a médiaművészet legfőbb problémái kurátori szemszögből? És ezeket a kérdéseket tenném föl. Nem tudom, hogy ki kezdi azzal kapcsolatban, hogy mit jelent számára a médiaművészet, mint műfaj. Talán lehet, hogy Lívia, te, mivel kapcsolásban vagy, neked adnánk meg legelőször a szót. A médiaművészet, mint műfaj számodra mit jelent? Én szerintem a médiaművészet az nem egy műfaj. Ennek van egy történeti vonulata, meg történeti jelentéstartalma a szónak, ami leginkább arra vonatkozik, hogy azok a műfajok, vagy azok a médiák, új médiák, amik a szobrászat, festészet és a tehát az ómédiának nevezett műfaj után kerültek be a képzőművészet kánonjában, meg az közrendszerébe, vagy akár ezt is mondhatnánk, hogy a kulturális technikával alakultak. És tehát, hogy ezeknek a médiáknak a körbe kitárult a jelenben, és most már nem csak a fotográfia, hanem csak a film és más technológia alapú médiumok játszanak szerepet a képzőművészetben, hanem számítógép alapú művek is léteznek, mert nyilván tudjuk, hogy bármi képzőművészet lehet. Attól függetlenül, hogy digitális vagy analóg alkotók olyan. Mivel szeretnétek ezt kiegészíteni, Miklós? Nagyjából egyetértek, úgyhogy ez persze nem közönségbarát, hogyha csak annyit mondok, hogy oké, ez előbb világított. Szóval, tehát mondjuk megengedő vagyok ezzel a műfaj szóval, mert mindig erősebb a nyelvhasználó, mint a kvázi a jelentés. Tehát a műfaj, ugye a portré, a tájkép, a hagyományos értelemben, de hát egyre többen használják ezt sokkal lazábban ezt a szót, tehát át fogja venni a világ, és akik valaha tudták ennek a jelentését, azoknak ezt el kell felejteniük, és elfogadni, hogy így használják. Tehát a médiaművészet egy kényszeres kifejezés, ugyanúgy, mint hogy volt videóművészet, meg mondják, hogy fotóművészet, meg hogy filmművészet. A különbség az, hogy mikor mi itt, ebben az épületben erről beszélünk, akkor mindig képzőművészeti kontextusban tesszük azt. Ugye Magyarországon a média jelentése általában az írott és nyomtatott sajtó. A művészeti kontextusban persze másként használjuk, mivel hogy
elhisszük a Marshall McLuhan óta publikussá és közkeletűvé vált tágabb használatát az érzékek és a test kiterjesztésének, mint kifejezési formának, vagyis tágabb értelemben minden közeget, közvetítőt, eszközt, így az elektromosságot vagy a levegőt, amin keresztül én a hangomat most lehet hallani, bár van egy mikrofon is közben, ami ezt felerősíti, ezek médiumok. Nyilvánvaló, hogy azért van értelme ezt a szót így, hogy médiumvészet használni, mert lerövidíti a magyarázatokat. Tehát akkor azt mondjuk, hogy médiumvészet, akkor senki nem gondol egy festményre, esetleg egy grafikára se, és egy szoborra se, hanem valami olyasmire gondol, ami első megközelítésben valamely technikai eszköz révén, második megközelítésben, és itt már ugye van egy új média művészet egybeírva, magyarul is meghonosodó kivejezés, digitális környezetben és komputer révén jött létre. Tehát, hogy ezek körülbelül ezek a léjerek, amiről itt lehet és érdemes beszélni, és nagyon tovább, mivel hogy unalmassá válik, nem kell ezt talán artikulálni, ennyiből talán ez világos. Vagyis, hogy megismételjem még egyszer azt, ami a kifejezetten képzőművészeti eszköz és anyaghasználatot jelenti, a fotótól a celluloidon át az analóg elektronikus eszközökön keresztül, legyen az hang vagy mozgókép, a digitális világig, amiket ezekkel készítenek, azokat belesoroljuk ebbe a nagyon tág kategóriába. Jó kérdés, hogy ezek hogy ezek után, amit a Lívia mondott meg a Miklós, mit lehet hozzátenni, mert ezek nyilván stimmelnek. Én arra utalnék, hogy van egy történelmi pillanat, művészettörténeti pillanat, amikor megjelenik a média művészet, mint fogalom, vagy később az új média művészet, és ez egy nyilvánvaló reakció arra, hogy megjelennek olyan művek, amiket valamiképpen kategorizálni kell, és nem férnek bele egyetlen korábbi kategóriába sem. És ez egy nagyon fontos elméleti tevékenység, vagy mit tudom én, folyamat. És ennek az eredménye, amire most ki szeretném ezt futtatni, hogy azt a gondolatmenetet, vagy azt a szemléletet, amit a média művészet megkövetel, azt egyfajta retroprojekcióval vissza lehet vetíteni, tehát olyan azokra az időkre, amikor nem használták ezt a kifejezést, vagy nem így tekintettek bizonyos technikákkal készült művekre, illetve ezzel párhuzamosan a médiaművészet helyett én fölvetném a média tudatosság fogalmát, ami azt jelenti, hogy mindazt a tapasztalatot és tudást, szemléletbeli tudást, amit az hozott, hogy bizonyos eszközökre nem csak eszközként vagy eljárásokként tekintünk, hanem komolyan vesszük őket. Azt mondjuk, hogy ez egy médium, aminek vannak tulajdonságai, bizonyos dolgokat lehet, bizonyos dolgokat rá lehet kényszeríti, bizonyos dolgokra nem. Szóval ezt a tudást igazából vissza lehet vetíteni a grafikától, a festészetig, az összes olyan művészeti eljárásra, műfajra, amit korábban ismertünk. Tehát én azt gondolom, hogy például, hogyha valaki mondjuk egy festő, aki csak a festészetre foglalkozik, arra koncentrál, ha akarja, ha nem, valamiképpen a festészetet, mint médium kezeli, hála annak, hogy ez az új szemléletmód és az új gondolkodás, hogy mondjam, kiteljesedett, és használjuk ezt. Úgyhogy a média tudatosság azért is érdekes, mert a felhasználótól is ez a helyzet egy felfokozott tudatosságot követel meg, mivel a legtöbb mediális technika a folyamatos fejlesztés állapotában van. Tehát nagyon meg kell tudnunk határozni, hogy miért azt úgy akarjuk használni, akár csak hétköznapi célokra és művészeti célokra még inkább igaz ez a megállapítás.
Úgyhogy én úgy gondolom, hogy mondjuk a 80-as évek eleje óta a médiaművészet, a mediális szemlélet, az egyfajta tudatalattiává vált a kortárs művészetnek, és önként ez egy érdekes helyzet, és ez nem okvetlenül azt jelenti, hogy csak a technikai eszközökkel készült művek kapcsán érdemes a medialitást fölvetni. Teljesen igazad van abban, hogy maga a médium kiterjeszkedett, mint kifejezés. Tehát, hogy miután divatba jött, elkezdünk beszélni festészet médiumáról, meg a grafika médiumáról, meg ilyenekről, de ez korábban nem volt. A különbséget máshogy is meg lehet határozni, hogy abban az esetben, hogyha a szűkebb értelemben vesszük ezt a szót, akkor olyan fajta dolgokról beszélünk, amelyekben szerepe van valamely olyan technikai kötöttségű eszköznek, ami a közvetlen hozzáférést a dolgokhoz nem teszi lehetővé. Ugye egy festőnél is van technika, tehát hogy mondjuk ecsetkezelés, de ha a fotográfiára gondolunk, ott van egy tudományos eredmények révén létrejött apparátus, egy olyan eszköz, amely egy bizonyos ponton kikapcsolja ezt a közvetlenséget, tehát kell egy fényképezőgép, vagy legalábbis egy rés, kell valamilyen fajta fizikai, kémiai összefüggésnek megfelelés, és ezek egyre bonyolódnak, a film már egy lényegesen bonyolultabb apparátus, a videónál már közvetlenül nem is látjuk a dolgot, ha nincs a megfelelő eszközünk, és a kód alapú helyzet az még bonyolítja, mert hogy egy meglehetősen összetett háttérben futó szoftver is kiegészíti a hardvert. Tehát a közvetlenségnek a kvázi ember és médium közötti közvetlenségnek az egyre szűkülő és egyre kvázi korlátosabb megnyilvánulása ez. És hát ugye, ahol van valamifajta apparátus, ott média művészetről, vagy média közegű kommunikációról beszélünk, ahol nincs ilyen apparátus, tehát közvetlenül beszélünk egymáshoz, közvetlenül kommunikálunk, ott kvázi a szokásos vagy hagyományos kommunikációról van szó. Itt közben a háttérben a gyűjteményünkből válogattunk össze felvételeket, és pont ez is egy remek apropó arra, hogy azt firtassuk, hogy mi a különbség talán a Reborn Digital és a Born Digital tartalom között, tehát ami egy újra értelmezett digitális tartalom, vagy ami már eleve digitálisan létrejött, hiszen a mai nap, illetve a mostani értelemben vett múzeumok már tartalomszolgáltatóként is jelen vannak, nem csak gyűjtenek, hanem létre is hoznak digitális tartalmakat. Ezzel kapcsolatban mi a véleményed, Livia, hogy a ZKM-ben hogyan jelenik meg a Reborn Digital, illetve a Born Digital szemlélet közötti különbség? Talán 90-es években kell keresni, amikor az ZKM elkezdett számítógépes játékokat gyűjteni, mint művészet, vagy nem is tartozik a ZKM, nem igazán teszünk különbséget művészet és nem művészeti tartalmak között. És ez is egy kis kérdés abból a szempontból, hogy mit nevezünk médiaművészetnek, és mi az, ami média tartalomként tartható számon, nem feltétlenül művészetként. Ez egy nyilván nehéz és komplex kérdés, mert ennek az elvítése azt is predesztinálja, hogy az a tartalom vagy műalkotás megőrzése kerülne a jövő számára. Tehát én nem igazán tudok még erről, mert vagy pontosabban tudok róla egy csomó mindent mondani, de nem tudom eldönteni a kérdést. De ez azt jelenti,
bocsánat, ez azt jelenti, hogy ti tesztek különbséget a gyűjtésetek során az archívum és a művészeti gyűjtemény között? Ha jól értem, akkor nem. Akkor mégis tesztek különbséget. Igen. Tehát külön van egy archívum, amelyik a múzeum tevékenységét gyűjti, és külön van a médiaművészeti gyűjtemény. Így van. Ez nem biztos, hogy ez sokáig marad, de jelenleg így van. Értem. Hogy fordítható le ez a kérdés akár egy egyetemi oktatás szintjén? Hát az egyetemen a Born Digital még nem jelentkezik, csak az analóg hallgatói kontextusban nézve. Tehát ugye ott még nem tartunk, hogy Born Digital Content felvételizne az egyetemre. Még lehet, hogy ez is meg fog történni. Az elég fontos, hogy itt a különbséget nagyon egyszerűen értsük meg. Mindaz, ami a számítógép előtt, tehát vagy inkább másként fogalmaznak, hogy ami Born Digital, az minden olyasmi, ami csak számítógéppel csinálható meg. Tehát, hogyha mondjuk én látok egy weboldalt, annak a vizualitása az meg is festhető akár. De hogy az kapcsolatba lépjen akárhány olyan felhasználóval, akik ezt bárhol is vannak, nézhetik, az már egy médium specifikus helyzet. Most, ami az első időszak, tulajdonképpen a médiaművészeti hőskor nagy eredménye, hogy olyan műveket hoztak létre, elsőben a Netert művészektel, vagy talán utólag majd ezt mozgalomnak fogják leírni, gondolok, amik kifejezetten csak ebben a közegben működtek, máshol nem. És hát ezeknek a sorsa jól követhető, tehát hogy halnak el az egyre és újabb fejlesztések hatására, mert hogy közben dolgoznak a programozók is, és egy bizonyos dolgok kvázi a folyamatos update miatt megszűnnek. Most még egy másik példát is mondjak, és ez egy kicsit a médium kérdéshez is vissza kapcsol, hogy az emberek nagyon gyorsan és egyszerűen tanulnak és szoknak meg dolgokat. Tehát ha mondjuk oda megyünk egy villanykapcsolóhoz, és ezt megnyomjuk, akkor már megszoktuk, hogy akkor lesz világos. Na most, hogyha ezt a villanykapcsolót a neten nyomjuk meg, és a lámpa, amit fölgyújtunk, az a Tokióban van, a Masaki Fujihata műveként egy egyetemen, és látjuk, hogy ezt mi felkapcsoljuk, akkor lényegben ugyanaz a jelenség van, csak az elektromosság mellett még egy közvetítő közegbe kapcsolódik, mert egyszerűen internetnek hívunk. Azon egy kicsit jobban meglepődünk, pedig hát kvázi ugyanazt csináltuk, felkapcsoltunk egy lámpát valahol, ami nem közvetlenül ott van, ahol a mi kezünk. Hát itt érdemes ebbe belegondolva a változásokat és az eltéréseket valahogy figyelembe venni. A képzőművészeti egyetemen művészettel foglalkozunk, legyen az digitál vagy nem digitál. És hát ilyen értelemben gondolom én, hogy nem elsősorban a mediális különbségtétel, hanem a média tudatos közelítés, amit a János mondott, már a fontos. Erre reagáljuk. Értem. Jó, megint csak egy szerencsés helyzetben vagyok, mert elég sok mindent elmondtatok erről a Reborn dologról, és hát ugye teljesen világos, hogy vannak olyan médiaművek, amik a digitális kor előtt születtek, és médiaművek, és azokkal valamit valamikor csinálni kell, hogyha látni szeretnénk egy olyan korban, ahol ez a digitális konvergencia már folytogat bennünket. Tehát erről az oldalról ennyire egyszerűen látom. Ugyanakkor nem véletlenül, hogy ezt a szót, vagy ezt a kifejezést használják, hogy reborn, mert itt azért nem csak a technológia fejlődött, hanem a technológia fejlődésével párhuzamosan
hál' Istennek attól függetlenül, de fölnőttek különböző nemzedékek. És a, mondjuk a médiaművészet, mondjuk az első hulláma, az tipikusan olyan alkotókból, hiszen nem is lehetett más, akik számára az a technika, amit használtak, az egy technológia. Nem tudom már ki, nagyon szellemesen úgy definiálta, hogy mi a technológia, mindaz, ami a születésünk előtt születésünk után keletkezett. Tehát amivel nem természetes a viszonyunk. Tehát aki, nem tudom, egy bizonyos kor után, vagy egy bizonyos pillanat után született, annak már teljesen természetes az érintőképernyő, vagy stb. Talán találkozott mindenki olyan gyerekkel, aki automatikusan azt hiszi, hogy minden képernyő érintőképernyő, és úgy nyúl hozzá. Szóval, és ez ugyanakkor szintén, tehát ez a generációs párhuzam, még egy harmadik párhuzammal is kiegészíthető, ez a médiumművészet korai fázisában őrült nagy hangsúly tevődött a technológia popularizálására, megmutatni. Tehát ez a csodák palotája. Ezt is lehet, azt is lehet. Nyilván erre hát nagyon jó művészek kellettek, akik értenek a technikához és kreatívak, és ugyanakkor ez abszolút egybevágott a fejlesztőknek az érdekével, és ez egy, hát ugye nem véletlenül mondtam az előbb, hogy ez egy folyamatot, azt tudatosítanunk kell, hogy olyan eszközöket használunk, amiket folyamatosan fejlesztenek, tehát kvázi nincs egy nyugvó pontjuk, hanem nekünk is folyamatosan a használatát tanulni kell. És úgy gondolom, hogy azzal, hogy egy új nemzedék új eszközöket használ, a médiaművészetnek egy második fázisa kezdődik, ahol már a barkácsolás, tehát a kódolás szintjére szivárog le a kreativitás, és ilyen do-it-yourself alapokon, Arduino-val és egyéb speciális eszközökkel teljesen szabadon bontakozik ki az a kultúra, amiben egy csomó olyan elem is van, ami a korábbi fázisban nem volt, tehát parti kultúra és az egésznek mondjuk a szociokulturális háttere. Úgyhogy én úgy gondolom, vagy számomra ez a reborn megfogalmazás, ez ezeket is tartalmazza, tehát nem csak szigorúan azt, hogy most egy valóban eredetileg digitális médiumra készült művet látunk-e, vagy egy olyat, ami nem arra készült, de most azon látjuk. Valóban érdekes, ami ott a felvetés is, hogy egyrészt itt a kiállításban a Toolson belül Eszterházy Marcellnek a felújított 2006-ba bekerült gyűjteményi munkája egyszerre látható a 2017-es verzióval, és közben konzultáltam a művésszel, hogy egy 4K felbontású képre is, minőségben is fel tudná turbozni gyakorlatilag ezt a munkát. Köszönhető ez annak, hogy eredetileg olyan nagy felbontású digitális tartalommal dolgozott. És ez már egy következő kérdést is felvett önmagában, ami menet közben fogalmazódhat meg bennünk, hogy feladata-e egy múzeumnak vagy egy gyűjteménynek az állandó reinterpretálás, tehát állandóan ezeknek az anyagoknak az újraértelmezése. És itt akkor váltanék is tartalmat a háttérben futó képként, mert a Miklóstól kaptam a C3 vonatkozásában, illetve a te monstrancia modelled vonatkozásában is képanyagot. A kérdés az tehát az, hogy fontos-e a reinterpretálás, az állandó újra alkotása egy-egy műtárgynak? Szóval igen, az a rövid válasz. De most ezt a képet látjuk? Igen. Nem, sőt, egy másikat. Az előzőt azt, hogy folyamatosan megy. De volt egy másik ilyen periódusos rendszer, talán már, igen, itt van. A diának a lényege, hogy amikor a CRM létrejött 96-ban, akkor még a sávszélességek
hozzáférések voltak a problémák. Tehát, hogy kevesen fértek hozzá a hálózathoz, nagyon kis sávszélességen. És minden olyan oldalnak, amit készítettünk, volt egy text only része. Tehát, hogy azon a 25 kilobajt per szekundumon is lejön a tartalom. Ami mondjuk 5 év, 6 év után már majdnem, hogy fölöslegessé vált, és ez kvázi le is került a választható opciók sorából, és nem hozzáférhető, ám de, hogyha ezt nem tudjuk, tehát nem őrizzük meg valahol, nem emlékezünk rá, akkor kvázi nem értjük meg a mondjuk 89-től 99-ig terjedő hálózati időszakot. Erre jó az olyan becsületes archívum, ami ezeket függetlenül tőlünk lementi. Itt ugye nem kérdés, hogy újra kellett értelmezni a dolgokat, mert hogy bizonyos tartalmat a frissen odalátogatók már nem is értenek. Tehát alkalmazkodni kellett az új helyzethez. Ennek rendkívül sok oka van, a leggyakoribb magának a technikának, tehát a hardware és software környezetnek és a hálózatnak a változása. A műalkotásoknál ez ugyancsak létezik, és hát az egyszerű válasz, hogy egy múzeum, mikor egy régi festményt nem fest újra, pedig új festészeti nyersanyagok jelentek meg, ám de egy média művel ugyanezt nem tudja tenni. Hát az az oka, hogy a régi festményt ki lehet akasztani a falra, és meg kell mutatni azt a régi művet is azon a módon, ami autentikusnak tekinthető. Most ez az autenticitás, ez a nehézsége a dolognak, mert egyszerűbb a gépet megszerelni, a paramétereket megtudni, hogy hogyan készült egy munka annó, mint arra a kérdésre válaszolni, hogy az eredeti kontextust, tehát az akkori világhelyzetet, beleértve a technikát, az emberek gondolkodását, hogy lehet visszahozni? Nyilván sehogy. Tehát nyilván mást fog jelenteni. De hát minden műalkotással ez van, hogy mást jelent 50-100-150 év múlva. Ha a hozzáférhetőséget biztosítja a múzeum a saját gyűjteményi munkájánál, akkor alapvetően megteszi a kötelességét. Természetesen, mint ahogy a Béla példája azt is tartalmazta, hogy ha hozzáférhető még a művész, és a művész azt szeretné, hogy most már ne 1-2-3K, hanem 8K-ba legyen az ő műve kiállítva, de akkor a múzeum elegánsan ezt is megengedi neki. Ugye 8K-t már nehezen lát az ember, a 4K és a 8K között nem tudunk különbséget tenni. Azt gondoljuk most még per pillanat a mai napon. A szem, mint optikai műszer nem fejlődik. Az agyunk viszont igen, de az nagyon gyors. Hihetetlen gyors ez a látásnak a tanulása. És hát ez aztán totálisan abszurdá teszi azt a felvetést, hogy mondjuk aki 30 évvel ezelőtt látta ezt a 2K-t, az máshogy látott, mint a mostani ember. Nem tudjuk összevetni. Tehát mindig csak az élő lát, tehát a nem élő nem lát, és visszafele nem látunk. Tehát a János azt mondta, hogy valaki azt mondta, hogy a születésünk előtti dolgoknak mi a viszonya a mi életünkhöz. Én azt mondanám, hogy a történelmet érzékeljük általában úgy, hogy mindaz, ami még előttünk történt. Most a történeti érzéknek a folyamatos felkeltése az, aminek a megléte esetén lehetséges kontextust teremteni. Ha ez az érzék kihal, ezt tanulni kell, és minden arra megy, arra felé megy, hogy ez az érzék az emberiségből kihaljon, hogy csak a jelenben éljen, és csak azt vegye tudomásul, amit az éppeni akkori most sugal neki. És ha már lát egy olyan
weboldalt, amit például az előbb mutattam, azt egy ideig, mint furcsaságot hajlandó tudomásul venni, de belegondolni, hogy annak milyen jelentései vannak, az már nagyon fárasztó, az már nem működik, és ez a nehézség, amivel a múzeumnak meg kell küzdeni. Ugyanez a jelenség lehet igaz arra is talán, hogy voltam olyan szerencsés két héttel ezelőtt egy gráci konferencián részt venni, ami a digitális tartalmak válogatásával, azoknak a szelektálásával foglalkozik, tehát nem feltétlenül mint digitális kurátori tevékenységgel, és itt volt egy érdekes példa erre, hogy az Instagramon felelhető hashtag január 25 az ma már senki számára nem jelent semmit, holott ez korábban az egyiptomi majdantéri forradalomnak volt a hashtage, és ma évekkel később hashtag Egypt néven jelenik meg. Itt az a kérdés, hogy hogy vonul be a kollektív emlékezetbe utána később maga ez a hashtag kifejezés. És visszatérve itt a kérdésre a monstrancia modellel kapcsolatban, amit be volt mutatva a 2017-es gyűjteményi kiállításunkon, illetve nem gyűjteményi, hanem megérzési kiállítás kapcsán, számodra, János, ez a digitális fordulat, illetve a digitális technológia használata a művészetedben, ez hogyan jelentkezett? Hát úgy jelentkezett, hogy nyilván nagyon tehát élt bennem egy olyan érdeklődés, ami ezekhez a technológiai eszközökhöz kapcsolódik, ami hogy elhangzott már a film, tehát az új technológia, az a film és a fotográfia volt, ennek az egész szociokulturális hátterével, tehát hogy mit jelent a film, a filmezés, a filmkészítés, a rendező szerepe, a rendező pozíciója, mint a modern művésznek az egyik ikonikus megtestesülése, aki sztárokkal dolgozik, nagy költségvetéssel, stb. Most viszonylag hamar, itt nem is tudom, talán lesz majd róla egy kép, vagy ha meg nem, akkor nem érdekes. Egy olyan helyzetben került a fókuszomba a médiaművészet, azaz amikor az első úgynevezett videóinstallációt csináltam, ami azért is érdekes, mert először sikerült, azt hiszem 87-88, lehet, először volt, hogy megkerestem egy céget, aki akkor monitorokat és biztonsági kamerákat gyártott Magyarországon, hogy adjanak kölcsön technológiát erre a kiállításra, és ezt kölcsön adták. Az egész, igen, az ott fönt, az a kép, hogyha meg lehet állítani egy pillanatra a dolgot. Jó. Tehát látni lehet, hogy egy olyan helyzet, amiben én úgy ítélem meg, hogy hiába az én munkám, és hiába nagyon szeretem, de igazából ez nem egy média művészeti mű a szónak a teljesen hagyományos értelmében, hanem alkalmaz valamit, ami úgymond új technológia. Ha majd visszaérünk, akkor el tudom mondani, miről van szó. Hát igazából ez egy installáció, aminek egy fontos jelentő eleme egy zárt láncú vetítés. Ott van, igen, ez álljon meg. Ez az előző, az a repülős álljon meg. Jó. Elrepült, repül. Most már áll. Nem mozog. Megmozdult. Jó. Jó. Ahol a repülő van. Szóval ez egy nagyon korai dolog volt, és bizonyos értelemben legalábbis az én számomra ez igen, ez az. Tehát itt lehet látni, hogy van egy repülőgép, aminek két törzse van, ez a repülőgép papírból készült, nagyon könnyű kiállítás után eldobható,
És van egy két halfejből álló forma, aminek a nyitott szájában egy-egy monitor van. És a repülőnek az orrában mind a kettőnek volt egy-egy kamera. Itt láthatók a kábelek, az is látható, bár inkább elmagyarázom, hogy meg van fordítva, tehát a jobboldali kamera képét látjuk a baloldali halfej szájában, és viszont fordítva, tehát a jobboldali halfej pedig a baloldali kamera képét látja. A kamera képei pedig erre a mondjuk azt a falon látható ideglenes reliefre vonatkozik, ahol hidak és hullámok vannak, és a két kamera szigorúan az egyik hídnak az egyik pillérére, és a másik hídnak a másik pillérére vannak ráállítva. És ebből az eredmény, az keletkezett igazából, amit a tervezés pillanatában én nem is sejtettem, hogy mivel ez lóg, ez a szerkezet, ezért ennek van egy enyhe önmozgása, ami a járókelőktől, a légmozgástól, mindenfélétől függ, és az a mozgás pontosan a megsérült kábelek miatt nagyon speciálisan jelenik itt meg. Na most, hogyha ezt most lefordítanánk mai nyelvre, hát ilyen dobozszerű, mint két tégla, vagy három tégla, ilyen ezért nincs, tehát itt ilyen tabletszerű lapos képernyő lenne. Nyilván itt valami kis irinyú-pirinyú kamerát lehet már beszerelni ennek az órába. Ez megvan, és ez rekonstruálható, tehát akkor ez itt egy nagy kérdés, lenne alkotói kérdés, hogy ez maradjon-e háromdimenziós ez a halforma, vagy legyen kétdimenziós. És tökéletesen leírja ez a helyzet azt, az összes általam készített médiaművészeti munka kapcsán, hogy mindig van egy ilyen kérdés, és tulajdonképpen azt érzem már egy ideje, hogy ezek a legérdekesebb kérdések, tehát ez nem az a kérdés, amikor mit tudom én, egy festvényt, egy szobrot valamilyen módon restaurálnak, és ott bevonják a művészt, vagy így legyen, vagy úgy legyen, hanem ez kategorikusan, és igazából ez az én felismerésem a Bélának a felszólítására, még a mentés másként kiállítás kapcsán, hogy ez szorosan, szigorúan a mű része. Tehát nem arról van szó, hogy van nekünk egy művünk, ami hát egy picit problémás, mert be kell dugni az áramba, meg kábel, meg nem tudom, ez meg az kell hozzá, és most megváltoztak a technikai körülmények, hanem hogy a média művészeti alkotásoknak ez egy integráns eleme, amivel szembesülni kell a művésznek, az intézménynek és a közönségnek. Mert ha úgy tetszik, ez egy új jelentéstartalom, és egy egészen új típusú mű, hiszen rekontextualizálható egy totálisan más értelemben. Tehát ez nem az, amikor a Werner Hofmann egy manifestményről ír egy könyvet, és kvázi rekontextualizálja mindazt az elfelejtett tudást, előhozza, amit a kor képnézője érezhetett a képnek a láttán, hanem arról van szó, hogy olyan műveket csinálunk, amik arra mutatnak rá egészen pontosan, hogy mi is ez a technológia a mi életünkben, mi is a szerepe, hogyan működik ez, és ezek olyan speciális műtárgyak, amiknél elengedhetetlen, kikerülhetetlen, hogy minden egyes alkalom, amikor bemutatják, ha nem is teljesen természetesen, de más alakot vesz föl a szó átvitt és szoros értelmében is esetleg, tehát új jelentés oldalak, tartalmak nyílnak meg. És itt elvileg végig tudom mutatni az összes olyan munkát, aminek itt elhoztam a dokumentációját, most lehet, hogy ettől így megkímélik mindenki, de például pont ott látszik most az a felső kép, ez. Magát a művet, ha kell, elmagyarázom, de most igazából ebben nem mennék bele. Nagyon szép mű, nagyon szeretem, örültem, hogy megtehettem, megcsináltam. És egy fontos eleme volt az az élmény, ami akkoriban egy teljesen hétköznapi élmény volt, hogy az ember elmegy valahova, ahol számítógépeket használnak, és a számítógép monitorjának, ennek a brutális nagy doboznak a tetejére valamit tesz, egy kis macit, vagy több macit, vagy még több macit, vagy valami dekorációt, vagy egy poharat, mert ez egy alkalmas, ilyen kvázi praktikus polc felület. Na és én úgy építettem fel ezt a munkát, hogy ezt kihasználtam, és ott egy véletlen generátor egyik tartozéka azon foglal helyet. Na most, ha ezt a művet bemutatnánk, több probléma is lenne, de az egyik az, hogy
hogy akkor megtartsuk-e ezt a vonatkozását, amit elvileg senki nem ért már, mert nem találkozik senki ezzel, és akkor keressünk egy régi monitort, és vigyázzunk rá, és óvjuk, vagy csináljuk meg ezt egy lapos monitorral, és valahogy másképp az egészet, gyakorlatilag csináljuk újra az egészet, találjuk ki újra az egészet. Nem tudok erre mit mondani, szóval konkrét esettel kapcsolatban nem tudok mit mondani. A pályafutásom során volt példa arra, hogy maradt minden a régiben, volt olyan, hogy elkerülhetetlen felújítás, mert egy webmű esetében már többszörösen kicserélték a háttérrendszereket, és stb. Nincs ott, ahol elvileg lennie kéne, és már sokkal jobb a sávszélesség, meg minden egyéb. És van olyan pont, ami a mentés másképpen lett bemutatva, aminek azt lehet mondani, hogy egy autentikus, aktuális, ha úgy tetszik, az évi, vagy arra a technológiára készült változatát, verzióját sikerült bemutatni. Köszönöm, most a Liviát szeretném egy pillanatra azzal kapcsolatban megkérdezni, hogy a Global Control and Censorship kiállításotok szempontjából milyen kurátori, milyen médiaművészeti kurátori aspektus volt fontos. Most ugrunk a projekt kicsan, mert a kérdés kapcsán nem igazán tudok a megőrzésről beszélni, mert nem ez a lényege a dolognak. Tehát ez inkább kapcsolódik a médiaművészet fogalmához, vagy a kérdés kurátori kérdései ehhez kapcsolatúak. Ugyanis azt mondom, hogy egyre inkább úgy tűnik számomra, hogy a médiaművészet nem csak abban határozhatunk meg, hogy egy apparátussal készül, és azon keresztül nézhető meg, vagy hallható, vagy bármi, hanem bizonyos tematikus elemei is vannak, amik meghatározzák, és vannak bizonyos témák, amik a kortárs médiaművészet számára fontosnak tűnnek, amik nyilvánvalóan kapcsolódnak ezekhez a kulturális technikákhoz, vagy szekrényünkhöz, amiken a médiaművek készülnek. Az egyik ilyen a kontroll és a cenzúra, vagy a megfigyelés jelenléte legfőképp az online közegben, az elektronikus megfigyelés, mint olyan, tehát nem feltétlenül az, amikor egy ilyen stázisnak a 70-es években megfigyelte a szomszédjait, hanem egy mediát megfigyelésről van szó, amiről 2015-ben rendeztünk egy kiállítást a Csetkánben, Edward Snowden revelációjában, hogyha ezeket még revelációnak lehet nevezni. Ez a kiállítás egyébként tavaly a Modernban volt látható, hogyha esetleg valaki látta a közösség soraiból, akkor nem is kell annyira bemutatni a háttérben futó képeket. És hát gyakorlatilag tovább nem is lenni kiállítás koncepciójának bemutatásában. Gyakorlatilag ez lényeg, hogy a médiaművészet, mint a médiaművészet egy témája kerül feldolgozásra ebben a kiállításban. De haladhatunk tovább a ZKM kiállításainak a sorában is, mert említetted a Center Beam Performative Sculpture kiállítást is, hogy arról is szeretnél egy pár szót említeni, és most arról is vetítünk ki képeket. Tehát ez a kiállítás sokkal jobban kapcsolódik a mai esetben témájához, ez a beszélgetés, és itt pontosan ez volt a kurátorsi kérdés, hogy mi történik egy ilyen inspirációval, amit a 6. dokumentál mutatott be a CABS csapata, az MIT
akkor működő Center for Advanced Visual Studies, Ottobi nevezetésével akkor, amikor ez az installáció elkészült. És ezen az installáción több művész és mérnök dolgozott együtt. Tehát nem sikerült kideríteni, hogy hányan voltak, de a 18 és 22 között, mert nem tudtak még mindig megegyezni arról, hogy ki az, akit szerzőként határoznak meg az installáció kapcsán. És ez egy mocskó volt, ami az Orange Egy előtt állítottak föl a Kasszerben annak idején. Itt különböző műveket tartalmazott, tehát hogy volt egy ilyen felfújható elem, ami a háttérben látszik, egy tipikus otto-viden felfújható szobor. Vintjának is volt, illetve az aljába ez is egy mű volt, gyakorlatilag egy hologram is tartozott hozzá, és nagyon sokféle technológiát is, vagy akár egyáltalán nem technológiát felhasználó mű került rá erre a két fáz rendszerre. És ez egy nagy kérdés volt, hogy hogyan mutatjuk be ezt a művet évtizedek távlatából, úgyhogy nagy részt a dolgoknak elveszett, mert a passzai kiállítás után egy csodálatokba szállították, tehát az eredeti film, tehát ez a kék rendszer, ez gyakorlatilag még megvan, de bizonyos dolgok, mint például a neonilag zarkolámpák, stb. Már nem voltak eredeti állapotukban elérhetőek. És elérjük ki a teljes kiállítást, hogy hogyan mutathatunk be egy olyan művet, amit nyilvánvalóan dekontextualizálni kell, mert nem hanem egy múzeumi közegben kerül a közönség elé. Úgyhogy azt az utat választottuk, hogy bevontunk egy restaurátort, aki a saját kutatását mutatta be, mint kiállítási anyagot a műhöz kapcsolódóan. Archívanyagokat, filmeket és további más, nem kifejezetten a műhöz kapcsolódó inkább háttéranyagokat mutató be, amivel megpróbáltunk kontextualizálni a képet. A harmadik kiállítás, aminek a molinója a hátad mögött is látható, az Open Codes, és itt feltenném majd Miklósnak is és Jánosnak is a kérdést, ugyanúgy szintén az, hogy a médiaművészet kurátori szempontból hogyan jelenik meg egy kiállításon belül. Hogy milyen szempontból nem? Kurátori szempontból. Bele kérdezhetek ebbe egy picit? Mert hogy, de lehet, hogy ez a kérdés érvényes, amit a Béla kérdezett, csak ugye itt én látom ezt a poharat, már régóta mutasd meg a Liviának. Van egy 30-as, itt most a Ludwig Múzeum 30 éves, azt ünnepeljük, és akkor a Cetkám is fogja magát ünnepelni, az is 30 éves lesz rövidesen. Nem tudom, hogy dolgozol ebbe a projektbe, tehát tudsz erről, hogy fogja föl ezt a 30 éves vagyok ügyet a Cetkám, illetve milyen jellegű kiállítást vagy programot tervez a Cetkám maga önreprezentatív megünneplésére. Ha nem dolg... Ügyteményi kiállítás, mert egy ilyen a Cetkám a 30 éves évfordulót egy János Fejlőszeren ünnepli, mondhatjuk így, mert a... bocsánat, visszahozik a Skype, és elég viszont. Szóval a 30 éves évfordulón egyrészt múltba tekintéssel a gyűjtemény kiállításával ünnepeljük, másrészt pedig egy olyan kiállítással, ami az említett Open Codes
az Open Doors kiállítás voltás nagyon digitális kultúrával kapcsolatos kérdéseket tesz fel. És a művek is, ami szerepelnek benne, ezekhez a témákhoz kapcsolódnak. És kiemeltük egyet a témák közül, amik mentén egy olyan jelenségről fogunk kiállítást csinálni, ami talán hát gyakorlatilag csak is, hogy nem tudom szerepen mondani, mesterség és intelligenciáról fogunk kiállítást rendezni, mielőtt megnyílik a kísérmódban élő intelligenciai kiállítás. És korábban kivetítettük már a képét az időképnek, de nem az időképnek, az idő alap című kiállításnak, de még nem esett róla szó. Ja, hogy most visszatérünk az eredeti kurátor. Igen. Azt hittem, azt kérdez, hogy miért kérdeztem ezt a Liviától. Nem. Én kérdeztem. Csak hogy járjuk körbe. Puszta érdeklődésben. Hát ugye ő nagyjából, ha nem is direkt módon, de... Hát elmondta, hogy ilyen esetekben mit tud a kurátor csinálni. Hát nyilvánvaló, hogy ezek olyan kiállítások, amikor valami fajta témaköré próbál a közönség számára érthető üzeneteket bemutatni. Az is fontos eleme még ennek az egész média művészet halmaznak, és egy kicsit túllépnék a média tudatosságon. Ami hát inkább már a média kritika, vagy egyfajta népnevelő tevékenység, mert az emberek nem nagyon tudják ezeknek a médiumoknak az igazi természetét. Tehát a global control és censorship nagy erénye például az is volt, hogy érzék és megtapasztalható módon próbálta megértetni a közönséggel, hogy bizony, az ő telefonja, ha be van kapcsolva, az azt jelenti, hogy elég pontosan lehet tudni, hogy ő hol van, és éppen mit csinál, vagy akár annak az adattartalmát is könnyen le lehet szedni. Küldeni is lehet rá bármifajta adattartalmat. Tehát, hogy megváltozott az, amit mediális közegnek nevezünk, a rádióval még ez kevésbé a kontrollt, mint a szimpla manipulálhatóságot jelentette. Emlékezzünk vissza a 30-as évek Németországára. A televízió ezen nagyot lökött, és hát ma már ugye ezen is túl vagyunk, tehát egy jóval hatékonyabb manipuláló és kontrolláló közeg áll a hatalmon lévők, legyen az gazdasági vagy politikai birtokában, amiről az emberek nem nagyon akarnak tudni. Lehet, hogy nem is baj, hogy nem tudnak, de rosszabb, hogyha nem tudják, hogy ez egy adottság, egy természeti adottság, tehát olyan, mint a klímaváltozás, hogy nem nagyon tudunk mit tenni, azon túl, hogy foglalkozunk vele, és ebben a tudatosításban, minthogyha a művészek sokkal előrébb járnának, mint mondjuk az iskolák, vagy mondjuk a tömegtájékoztatás. Mert a tömegtájékoztatásnak az az elsődleges szempontja, hogy ne legyenek tájékozottak a tömegek véletlenül se. Tehát, hogy ne jussanak semmifajta számukra fontos információkhoz, csak olyasmihez juthassanak, amitől ők megnyugszanak, és nem akarnak tovább lépni semmilyen irányba a saját jól bevált békés életükből. És hát mondjuk az ilyen jellegű munkák bizony ezekkel a kérdésekkel elég sokrétűen, radikálisan, vagy éppen revelatívan, diskurzívan, vagy épp didaktikusan foglalkoznak, és ezeket ugye a jobb múzeumok be is mutatják, tehát hozzáférhetővé teszik ezt a dimenziót is, érzéki módon.
elkezdődött egy diskurzus még a beszélgetésünk, illetve a mostani beszélgetésünk előtt Jánossal, és ezért is vetném föl azt a következő képet, hogy a Whitney Museum New Yorkban elkezdte felvetni azt az elméleti problémát, hogy a restaurálást egy experientális konzerválás tematikába egy fogalom köré próbálja szervezni, és ez az egész kiállítás valójában, amit itt a háttérben is láthatnak, az pont ezt a problémát járja körül, hogy a restaurálás fogalma és a konzerválás az mennyiben változott meg a hagyományos értelemben vett konzerváláshoz képest. Mi a véleményed erről, János? Hát, az a véleményem, és erről beszéltünk a Bélával egy pár perc ezelőtt, hogy és nagyon egyszerűen fogalmazva az én élményem vagy profitom a mai programból az, hogy ezt nagyon szigorúan nézzük, hogy ezzel a fogalommal, ezzel az experiential restoration, ezzel a fogalommal megismerkedtem. Ami azért nagyon izgalmas, mert ugye hát ideig azt bogoztuk, hogy ahhoz, hogy egy médiaművet restaurálni, újra bemutatni, rekontextualizálni lehessen, ahhoz azt a művet, vagy a művész segítségével, vagy más segítséggel, de a lehető legalaposabban meg kell érteni. Mert lehet, hogy egy látszólag apró változás, egy fontos jelentésbeli változást indukál, lehet az ellenkezője is. Tehát, hogy amit az előbb mondtam, vagy korábban mondtam, hogy a médiaművek ezek eleve rekontextualizásra vannak kitalálva, vagy ha tovább akarom menni, egy folyamatos dekonstrukció alanyai, amennyiben ezeket rendszeresen bemutatják. Itt nekem az ugrott be, hogy ez a experiential megközelítést, élményszerű, tehát hogy egyedi esetek vannak. Nem lehet egy protokollt felépíteni, hogy hogyan kell médiaműveket megőrizni. Festmények, szobrok esetében ez többé-kevésbé lehetséges, hogy mi az első lépés, vagy másik lépés, mit kell tenni, és ezt így nagyjából könnyű is kivitelezni. Tehát ez azt jelenti, hogy a lehető legnagyobb mélységig meg kell ismerni annak a műnek a hátterét, az eredetét, az eredeti kontextusát, és annak az ismeretében lehet olyan döntéseket hozni, hogy ez inkább ilyen legyen, vagy olyan, vagy ezt alkalmazzuk, vagy azt. És ez szerintem egy fenomenális dolog, mert egy művel való megismerkedés, egy művel való találkozás, egy ilyen szintű befogadás, hát ez a néző, a befogadó, hogy mondjam, megközelítése. Tehát ez azt jelenti, hogy a médiaműveknek van egy olyan jellemzője, hogy potenciálisan egy sokkal nagyobb frontot vagy felülettel tudnának találkozni a befogadókkal, hiszen a kurátor és a konzervátor is ebben az értelemben elkerülhetetlen, hogy a befogadói attitűddel közelítse ezt meg. És szerintem ez azért érdekes, mert lehet, hogy ezt lehet egy picit nyitni, tehát hogy dramatizálni olyan értelemben, hogy a médiaművek bemutatása ne csak a bemutatást jelezze, hanem hogy annak legyen egy olyan folyamata, amivel adott esetben a közönség megismerkedhet. Most tényleg teljesen hasból, hogy mondjuk egy médiaművészeti kiállítást megelőz egy olyan dokumentációs kiállítás, ami dokumentumformájában bemutatja, hogy ez vagy az, vagy az ott szereplő művek korábban, vagy hát nem kell, hogy megelőzze, lehet ez egyszerre is nyilván, hogy jelentek meg, és a későbbiekben ezt hogyan lehet, és miért ezek a döntések születtek. Tehát, hogy ez a puszta technikai érdeklődés, amit a médiaművészeti alkotások általában generálnak, tehát az az érdeklődés, ez a csodák palotája jellegű érdeklődés, ez kiegészülhet egy sokkal tudatosabb és egy sokkal mélyebb intellektuális feldolgozásához, ahhoz, amit az adott médiamű képvisel.
Úgyhogy ez szerintem egy nagyon fontos olyan vonatkozás, ami érdekes módon pont a megőrzésen való gondolkodás révén jelent meg, és szerintem rendkívül aktuális. Igen, azt is mondhatnánk talán, hogy a média mű olyan, mint egy növény, tehát gondoskodást igényel, ilyen értelemben a kurátor és a konzervátor azok tulajdonképpen a kertész. Hát nem egészen, tehát a Pajk, ez, mint sok mindent, ezt is megérezte a TV Garden című installációjával. Ez az experiential, ez ennél picit több, mint egy Tamagocsi, mert azt mondjuk könnyű megszabadulni tőle. A múzeum ezt nehezebben teheti meg egy már megvásárolt és beleltározott tárgya. Tehát ez a fajta kertészkedés egyébként a kultúra alapvető elemet, maga a szó is, a kultiváció, tehát ugye a föld művelése ebből ered. Tehát a kultúrában tevékenykedni, mint egyfajta folyamatos processz, mióta ilyesmiről beszélünk, egy új formát kapott ez a digitális kertészkedés, tehát gondoskodás azokról, amit hát nem lehet másként csinálni, mint egyfajta megértéssel. Egy élményszerű közelítésre van szükség, ezért jó ez a terminus. Egyébként művészetben is van már az experimental, tehát nehezen fordítható magyarra, mert benne van az experiment, a kísérlet, és a tapasztalat, az experimentum, meg az élmény is. Tehát magyarra azért nehezen fordítható, mert a tapasztalatra és az élményre két szavunk is van, ilyen, azt is mondhatom, hogy a magyar nyelv gazdagabb, de ezt együtt viszont nem tudjuk mondani. Tehát azt a kettőt együtt, hogy élmény és tapasztalat, nem tudjuk mondani. De mind a kettő ebbe benne van. Tapasztalati központú élmény. Élmény központú tapasztalat. Ez már egy kicsit ilyen NER-kompatibilis, úgyhogy ezt Livia, ti fogtok majd egy következő, illetve te projekted, önmagában a helyspecifikus műtárgyaknak, illetve a helyspecifikus tárgyaknak a kutatása, hogy lehet azt egy kiállításban bemutatni. Tudom, hogy ez előzetesen nem esett szóba, hogy mi most erről beszélgetni fogunk, de ez egy folyamatos projekted. Talán ezzel szerintem zárhatnánk is a beszélgetést, hogy milyen jövőkép van a helyspecifikus műtárgyakkal kapcsolatban nálatok a ZKM-ben. Hát kicsit úgy találkozunk, most a projektem az inkább immerzióra vonatkozik, és az immerzió, mint olyan kurátori és kormányaira, ami csak részben kapcsolódik minden elégséghez, és hogyha nem probléma, akkor én felelném az kérdést, és kicsit meg vissza. Nyugodtan, csak gondoltam, hogy mert hogy folyamatosan projektekben vagy, és gondoltam, hogy még ezt is egy kicsit így, mert ez egy szuper izgalmas terület, és ehhez részben kapcsolódott, hogy ezért említem, de nyugodtan. Igen, ez egy kicsit más téma, és ezért segítenem ki most így a beszélgetés végén, hanem inkább arra kérdik vissza, hogy milyen jövőbeli szerepe lehet a médiaművészet fogalmának megutározásának. És nagyon érdekes, hogy a ZKM-ben nem igazán használjuk már azt, hogy médiaművészet. Tehát ez egy olyan fogalom, ami történeti, tehát ugye a múlt művészetét takarja. Ami jelenleg a ZKM-be kerül, mondjuk az Open Codes kiállítás kapcsán, az olyan kiállítások kapcsán, amik jelenlegi, tehát a legportánsabb művészeteket próbálják bemutatni. Ezekben az esetekben nagyon sokféle jellemzés használatos, tehát mondjuk a post-internet művészet az egyik, ami hullámban csöpött végig az elmúlt pár évben az egész művészeti világon, és nagyon sokan belefektetik azt, hogy megváltozik egy bizonyos hozzáállás
és lebő ez a képzeleteli fal a kortárs és a médiaművészet között, amiről már gyakorlatilag évtizedek óta beszélnek bizonyos szakmai körök. Tehát, és úgy tűnik, hogy ez a faj tényleg lebőni látszik, de nem a közkintelekülőzetek köszönhetően, hanem inkább egy olyan általános jelenségnek köszönhetően, ami abban az irányban tereli a művészetről való gondolkodást, a művészeti produktumokat, hogy egyre inkább és egyre szabadabban digitális eszközöket alkalmaznak, és már nem igazán lehet elkülöníteni a média művészetet a kortárs képzőművészetről. Tehát ez talán egy fontos szemléletváltás, amit egy német művészettörténész Susanne Weil úgy fogalmazott meg, hogy inkább média vagy a különböző médiumok helyett idiomák vannak jelen a képzőművészetben. A kortárs és a jövő kortárs képzőművészetében. Ami szintén egy problematikus meghatározás, de lehet, hogy ilyen elleni irányokat jobban meg tudja fogni, mint a média, vagy média szerint kategorizálás. Köszönöm szépen! Itt feltenném a közönség számára is azt a kérdést, hogy milyen tapasztalataik voltak a legelső médiaművészeti munkával kapcsolatban az életük során. Mi volt számukra a legmeghatározóbb médiaművészeti munka? Oké, rossz kérdést tettem föl. Forgács igen. Péter jelentkezik hátul. Bódi Gábornak a végtelenített tükörkép és az ő videó munkái. Köszönöm. Ugye minden ilyen új technológiák van valamifajta elementáris újdonsága, és a videónak pontosan ez. Tehát aki nem látott ilyet, ezt még régebben szoktam mondani, most már nincs analóg eszköz talán az egyetemen sem, és hát kevesen vannak, mint a Péter, aki ezt tovább is gondoltam. Ugye, hogy akkor érti meg valaki a videót, hogyha látta valójában, amikor egy kamerát ráfordítunk a saját monitorjára, hogy akkor mi történik. Ugye a fotográfián ugyanilyen, mikor először lát egy ember egy fehér papíron, hogy beleraknak valamilyen vízszerű fehér folyadékba, hogy ott megjelenik egy kép. Ez ugye ez elementáris élmény. Mondjuk a digitális világban, hogy mi lehet egy ilyen elementáris dolog, az már nehezebb. Én emlékszem egy gyönyörű munkára, amit élőben ugyan nem láttam, csak leírásokban. A Richard Krisze csinált egy olyan munkát, még talán ilyen 87-67 táján, amihez kellett egy szatelit. Tehát ki kellett bérelni egy egyébként is a Föld körül mozgó, keringő szatelitet, ami így hát ugye fényképeket csinál. Ezek ilyen kémműholdak, meg mindenféle ilyenek. És ugye a munkának az volt a lényege, hogy ott Grácz mellett egy nagy réten egy hatalmas partit csináltak, és egy akkora területet, mint egy szatelitképen egy kocka, egy ilyen malevicsi nagy fehér négyzettel talán le is terítettek, egy pixel azon a képen, és ott körben asztalok voltak, ott egy szimpózion tartottak, és ettek, ittak, hogy az eredeti jelentése a szimpózion lakom a szónak, és várták, hogy jön a szatelit. És aztán, amikor jött a szatelit, nyilván megcsinált ezt a képet, és az a kiterített nagy kocka, az ugye egyetlen egy pixel volt azon a képen, hogy a szatelit csinált. János, lenne ehhez hozzáfűzni valód? Gondolkodtam ezen a kérdésen, de nem... Tehát egyrészt ugye
Az, ami egy picit kinyitotta a szememet arra, amikor 16 éves voltam, hogy azok a médiumok, amikkel találkozunk, legyenek azok technikai médiumok, azoknak a általános bemutatása vagy használata nem az egyedüli lehetőség, hanem másképp lehet gondolkodni róluk. Tehát a másképp gondolkodás, és ugye a képzőművészeti gondolkodás az, ami a mondjuk azt a film, videó médiumába a másképp gondolkodást viszi be. És nekem az, ha élményről és meghatározó élményről beszélünk, és most egy utána gondoltam, ami az első olyan élmény volt, hogy például a filmmel, a játékfilmmel más is lehet csinálni, mint amit szoktak csinálni, az a Bódinak az Amerikai Anzix című filmje volt, mert ott ugye volt egy narratív vonal, amire lehetett kapcsolódni, de igazából érződött, hogy ez a film nem arról szól. És én ezt, nem tudom, én amikor elkészült, 17 éves voltam, és ez nagyon erősen bennem maradt. És utána nyilván ezekre épülnek más élmények, és lehetne sorolni, de most ezt azért nem sorolom, mert eszembe jutott valami más is, mert ugye te média tartalommal való találkozásra kérdeztél rá. És arra gondoltam, hogy hát akkor ezt fogjuk fel egy picit a mai értelemben ezt a média tartalmat, és nekem ehhez a fajta másképp gondolkodáshoz nagyon sokat jelentett a punk, amit én relatíve későn, tehát a magyar punk mozgalommal egy időben, de egy teljesen más pozícióból ismertem meg. Én korábban nem jártam ilyen helyekre, mert engem a jazz érdekelt, és nem a diszkó, és a komoly zene, és az életem első élő koncertje az egy punk koncert volt. És azt éreztem, hogy az volt a benyomásom, hogy azon túl, hogy zene, meg koncert, meg minden, de hogy valami abszolút hiteles, és nyilván úgy tud hiteles lenni valami, hogyha azon a közvetítő rendszeren, amin keresztül megszólít, azon keresztül hiteles. És ez teljesen a média művészetre, vagy a mediális szemléletre, médiatudatosságra alkalmazható. Úgyhogy gondoltam, hogy a Jeffrey Show, meg mások helyett, akiket később megismertem, és hát ugye ismerem ezeket a korai és klasszikus, ikonikus médiaműveket, ezek is fontosak voltak, de igazából az az első, az a fontos pillanat, amikor rájön az ember, hogy azt, amiről azt hitte, hogy csak így lehet használni, van egy konvencionális megközelítése, azt lehet totál másképp. És abban a korban, amikor számítógép meg a mai értelmevet médiaművészet nem volt, akkor nagyon hasonló volt a Bódi filmélményhez kapcsolatban az első Jean-Luc Godard film, amit láttam. Hogy de jó, hogy lehet másképp, és de jó, hogy nem csak úgy lehet gondolkodni, hogy mindenki gondolkodik. És a média művészetnek van egy hatalmas potenciálja abban, hogy ezt a néző elé tárja, hogy hogyan lehet másképp gondolkodni, azok az eszközök, amikkel hétköznapi tevékenységünk során találkozunk, hogyan alkalmazhatóak még másra, hogyan lehet, ha úgy tetszik, félreérteni őket, és tudjuk, hogy ahhoz, hogy valamit megértsünk, ahhoz a félreértés egy nagyon fontos állomás, tehát az értéshez való eljutásig a félreértés segít bennünket. Na, így gondoljátok ezt az első élményt, de akkor valamit én is hozzátennék, mert hogy ketten is mondtátok a Bódit, én most az Erdélyt mondom, ugye én nem budapesti vagyok, Esztergomban születtem, ott is nőttem föl, de ennek ellenére eszméletlen sok filmet láttam. Tehát, hogy mikor már Budapestre kerültem egyetemre, azt gondoltam, hogy de filmtörténetet is, a Balázs Béla stúdió filmét ismertem, mindent, hogy a filmről úgy azért nagyjából képbe vagyok, ezt gondoltam. És akkor 77-ben a Kossuth klubba egyszer csak az Erdély Miklós állommásolatokat vetítették. Nem sokan voltunk, néhányan. Talán az első ilyen nyilvános vetítés volt. És akkor valamit olyat láttam, amiről el nem tudtam képzelni, hogy ilyen is van.
Tehát, hogy ezt is lehet a filmet, tehát amit te mondtál. Tehát az állammásolatok az egy olyan statement volt, hogy úgy eloszlott az a tévképzetem, hogy bármi fogalmam is lenne arról, hogy a film az micsoda. És ez elég fontos. És akkor itt van még egy ilyen furcsa lábjegyzetem a megőrzés témájához, és ez mivel a Godard-t nem említetted, ami nagyon helyes, a Truffaut már nem annyira fontos, de van egy filmje, a 451 Fahrenheit, amit a Ray Bradbury 53-ban megírt remek kis regényéről csinált, amit ugye a Bradbury olyan tapasztalatok nyomán írt, mint a náci könyvégetés, vagy a sztálini perek, vagy épp a McCarthyizmus Amerikába. A történet arról szól, hogy hát egy olyan társadalom alakult ki, ahol az úgynevezett firemenek foglalkozása az, hogy a kultúrát, konkrétan a könyveket kötelesek elégetni, mert az árt az embereknek. Csak egy kis szekta keletkezik, akik úgy őrzik meg, ugye ez a megőrzés témája, a könyveket, hogy mindegyik egy könyvet jelent. Minden ember megtanul egy könyvet. Most a filmet például nem lehet így megtanulni. Tehát itt a megőrzés lehetőségei picit korlátosabbak, mint a beszélt, írott szó kontextusában. Hát házi feladatként azért ízlegessük ezt a gondolatot, amit így felvetettünk most az experiential conservation és a conservation között. Nem biztos, hogy hosszú távon ez lesz majd a végső kifejezés erre. Nem tudom, bárkinek ezzel kapcsolatban van-e valamilyen észrevétele, vagy az eddig elhangzott beszélgetés során bármivel ki szeretné egészíteni az itt elhangzottakat? És hogyha szeretnétek még hozzáfűzni bármit, nem tudom, hogy János, mert úgy érzem, mintha még benn maradt volna egy gondolat. Nem maradt bennem semmi. Igazából itt ez a szokásos, van-e még kérdés, megjegyzés, stb. Csak jelezném, illusztrálnám azt, amit én korábban mondtam, hogy most már ezt a helyzetet is, hogy itt ülünk egy múzeumban, beszélünk hárman, vagy beszélgetünk hárman, van egy közönség, ez is egy, vagy bocsánat, négyen most egy... Mindegy, téged elfelejtetek, itt ebben a kontextusban megemlíteni, hogy ez is egy médium, és ennek a médiumnak is vannak bizonyos szabályai és lehetőségei. És ezt ne tessék elfelejteni, és ez abszolút igaz a művészet befogadására, a média művészet befogadására, hogy nézzük meg, hogy ez a médium igazából mit kínál a számunkra. És ez a... mondjuk az kerekasztal beszélgetés, vagy múzeumi beszélgetés, mint médium, azt a kivételes lehetőséget ajánlja föl a résztvevőknek, hogy beleszóljanak, belekérdezzenek, használják ki. Most ezt ne tessék félretenni, nem akarok senkit sem bírálni, vagy kellemetlen helyzetbe hozni, de hogy csak mint egy illusztráció, jelezném, hogy mennyire, hogy tetszik, komoly az, hogy mi egy mediatizált világban élünk, és azt, hogy a különböző tevékenységeinket többek között ezzel a modellel is tudjuk modellezni, hogy különböző olyan helyzetekben vagyunk, amiket médiumként lehet értelmezni, mert vannak arra jellemző tulajdonságai. Tehát itt igazából a záró poénnak szántam ezt, hogy ezt bedobom. Természetesen nem kell kérdezni, hogyha valaki nem akar. Na, működik a dolog. Jó, hát én közben azon gondolkodtam, ahogy így veled szemben ültem, hogy vajon milyen lesz a jövő média művésze. Mert azt a kérdést, hogy milyen lesz a jövő média művészete, azt úgy nem is akarnám megkérdezni, mert szerintem azt sem tudjuk, ami már van. Mert néha így rácsodálkozunk dolgokra, hogy ezt is megcsinálták. De hogy milyen lesz a jövő média művésze, és hogy elképzeltem 30-50 év múlva, hogyha a Ludwig Múzeum még lesz, és akkor itt ülnek majd emberek, lesz egy kerekasztal beszélgetés, közönség, hogy vajon miről fognak beszélgetni, és úgy először arra gondoltam, hogy a Béla megkérdezné a leendő
Béla, megkérdezni azt, hogy egy művésztől, hogy hogy jutott eszedbe, hogy elkezd festeni. Ahogy tőled megkérdezte, hogy mi volt az, vagy hogyan kezdtél el média művészettel foglalkozni. És hogy ez az egész gondolat onnan jött, hogy nyilvánvalóan te még egy analóg világban, vagy életben születtél, és így talán előbb jött egy ilyen belső vizualizáció, és utána jött a média művészet. De milyen lesz a jövő generációja, aki már egy média világba, vagy egy digitális világba születik bele, és hogyan fognak ők gondolkodni, és mi lesz számukra a kihívás? És ez a gondolat onnan is jött, hogy a pszichológusok óva intenek bennünket arra, hogy a gyerekeknek nagyon fontos, hogy olvassunk, meséljünk, hogy előbb egy belső világ, egy belső képi világ alakuljon ki bennük, és csak utána jöjjön a külső, és hogy milyen veszélye van annak, hogyha egy-két-három éves gyerekek már a vizuális vagy a médián nőnek fel. Szóval, hogy ez lenne a, nem tudom, provokatív vagy nem provokatív kérdésem, hogy milyen lesz a jövő művésze, aki egy ilyen digitális világba születik. Hát úgy általában nagyon érdekes, hogy milyen lesz a jövő művésze, mert most azért eléggé világos, hogy egy olyan helyzetben vagyunk, ahol mind a művész szerepe, mind a művészet szerepe nagyon komoly olyan megkérdőjeleződik, és nem csak okvetlenül és kizárólag a hatalom és a hatalmi praktikák által, meg a hivatalos művészet és stb. Ez is, és természetesen nagyon romboló, és ez is igazából egy nemzetközi trend valamennyire, néhol persze erősebb, másod kevésbé. Tehát, hogy itt hiába itt most egy médiaművészeti beszélgetésen vagyunk, de én úgy gondolom, hogy a te kérdésed sokkal inkább, vagy a te kérdésedre az a válasz, egy olyan kérdés a válasz, hogy milyen szerepet fog játszani a jövő társadalomban az a dolog, hogy művészet, vagy a művész milyen szerepben lesz. Amikor ugye olyan krízisekkel szembesülünk, amiről a többségi társadalom nem hajlandó tudomást venni. És ugye a művészek azok, akik valamilyen trükk, meg technikák, adott esetben médiumok segítségével, vagy a saját egzisztenciájuknak a fölhasználásával, valamiképpen figyelemfelkeltést a gondolati struktúrák óvatatlan megváltozását tudhatják sugalni. Tehát, hogy én úgy gondolom, hogy a jövő médiaművésze nagyon hasonló lesz a jövő művészéhez, és hogyha egészen konkrét, már ilyen értelemben, tehát nem lesz eltérés, és azért se lesz eltérés, mert amit a Lívia is említett már, hogy azért tényleg észre kell venni, hogy van egy olyan generáció, akinek a digitális eszközökkel való barkácsolás, azzal a mindennapos élet, együttélés, az egy sokkal teljesebb realitás, mint a puszta fölhasználás, hiszen a digitális tartalmak fogyasztásától, az előállításáig, a terjesztéséig, és a rekreációt is belevesszük, partikultúra, akkor ez egy teljes, hogy mondjam, kör, vagy egy teljes univerzum, ami azt eredményezi, hogy esetleg nem azokban a formákban lesz elérhető, bemutatható, mint ahogy azt mi megszoktuk. Mert a nagy változás az igazából a befogadás és a művészete való találkozás felületeiben lesznek. Ez Magyarországon pillanatnyilag nagyon jól megfigyelhető, hogy rengeteg kisközösségi kortárs művészeti kezdeményezés van, ami azt a fajta szemléletet, ami maximalizálni igyekszik a közönség, a nyilvánosság elérését, azt a sútba dobja, és azt mondja, hogy az a fontos, hogy az a 20 ember, aki itt van, és megnézi azt a lakáskiállítást, vagy azt egy eldugott pop-up akármit, az
Az a lényeg, és nem az, hogy erről írjon holnap az újság, vagy holnap után, vagy ez bármilyen módon tovább menjen. És ez nem csak a beszorítottság, és ez nem azt jelenti, hogy itt most le van folytva valami, ez igazából én szerintem egy trend is. Tehát amivel nyilván a politika és a hatalom szórakozik egy picit, de ez egy trend is. Úgyhogy a kérdésedet ilyen módon tudnám megválaszolni. Lívia, szeretnél valamit a jövőművészetéről mondani? Én nem igazán hallottam a kérdést, de... Jó, ugye... Média művészet jövője. Én az a helyzet, hogy a jövő művész a média művész. Tehát, hogy ezt így tudom összefoglalni nagyon sütáltan, mert gyakorlatilag tényleg arról van szó, hogy azt a tendenciát látom, hogy a fiatal, a két művészek egyre többen fordulnak számítógépes alapú megvalósítási módszerek felé, hogyha valami közölni akarok, és úgy tűnik, hogy ez a megvált a vagy ez a korban megfelelő. És más munkajok pedig vagy háttérből szólnak, hogy nem mondom azt, hogy nem létezik, nem lehet azt mondani, hogy nincsen festészet, mert nyilvánvalóan jelen van, de inkább a periféri átszorul. És egyre inkább természetes lesz, hogy technológiával kapcsolatos témák kerülnek be a képzőművészet szótárába és eszközrendszerébe. Tehát mondjuk, hogy tematikus szinten és médium szintjén is ez a technológiai központosnak figyelhető meg, aztán. Köszönöm jó. Szépen a beszélgetést. Én még mondtam volna egy mondatot. Rendben, megengedem. Mert hogy közben megérkeztünk a jövőbe ahhoz képest, hogy elkezdtük. Tehát ugye őszinte akarok lenni, akkor azt kell, hogy mondjam, hogy nem nagyon találtak ki még jobbat, mint mondjuk, hát sokan mondták, de például most Cusanus jutott eszembe, reneszánsz gondolkodó, aki azt mondta, hogy a jövő és a múlt számunkra hozzáférhetetlen. A jelenben vagyunk. Viszont a múltról lehetnek tapasztalataink, míg a jövőről semmi. Tehát úgy kellene elképzelni azt a fajta időt, amiben vagyunk, hogy a jelen tartamosságában van az, amihez hozzá tudunk férni. És a gyerekeket meg nem kell félteni az új eszközöktől, attól inkább, hogy nem kapnak enni, vagy nem járhatnak iskolába. Én is még ehhez annyit szeretnék hozzáfűzni, hogy maga az a téma, amit elkezdtünk körüljárni, eleve a digitális tartalmakkal kapcsolatban, hogy mit hoz létre egy múzeum, digitális tartalomszolgáltatóként ugyanúgy jelen van az Instagramon, ugyanúgy jelen van a Web2-es fórumokon, és ma már ez a tartalom is ugyanúgy gyűjtőkörbe kerül. Például a Victoria and Albert Múzeum már Instagram tartalmakat is gyűjt, részben az archívumos számára, részben viszont vannak olyan művészek, akik már nagyrészt Instagramon kommunikálnak. De ez már egy teljesen más téma lehetne, hiszen erre próbáltam igazából reflektálni, hogy amit nem tapasztaltunk jelenleg még az, hogy a jövő generációnak a digitális eszköz használata is már műtárgyként, új műeszközként jelenik meg. Egy rövid megjegyzés. Itt a beszélgetésben, amit a Lívia mondott, az ugye az optimista verzió, mert azért azt se felejtsük el, hogy eszméletlen törékeny technológiáról beszélünk.
hihetetlen törékeny, tehát itt, hogyha egyetlen egy ritka fémet, mondjuk annak az árát megemelik a százszorosára, mert így éri meg annak a hadúrnak, akinek a rabszolgái kitermelik azt a ritka fémet, amit a monitorjainkhoz, a screenekhez használunk, az egész borul. Vagy ha rossz indulatból valaki azokat a transmittereket, műholdakat, stb. Kábeleket átvágja, vagy egyszerűen olyan körülmények lesznek, tehát ez a nagy veszélye igazából, és hogyha a jövőről gondolkodunk, akkor egy picit ennek is kell teret hagyni, hogy mi itt most egy nagyon vékony jég hátán ugrálunk, nagyon vidáman, ez a vékony jég, ez a technológiai fejlődés, és ez rendkívül könnyen beszakadhat alattunk. Tehát ugye a nagy könyvtárak már azért rájönnek arra, hogy a megfogható, tehát a tárgyak gyűjtése, mint újságok vagy könyvek, nem akkora hülyeség, mint hogy ezt eleinte gondolták. A digitalizálás ugyanannyi problémát vett föl technikailag is. Tehát elég arra gondolni, amikor a cunami volt, nem is tudom már hány éve, 10 éve talán, a Moore törvénye, ami a szentírás az IT technológiában, az fölborult, mert nem úgy csökkentek az adathordozók árai, ahogy azt megelőző 30 évben. És azért, mert néhány fontos beszállító cég, vagy gyártó cég azt a cunami, tehát egy természeti jelenség a működését legalábbis egy időre leállította, vagy megnehezítette. És ebből rengeteg ilyen jellegű veszélyforrás van. Úgyhogy mondjuk én képvisem akkor a pessimista, a Lívia az optimista, Miklós az arany középutat, de köszönöm én is a lehetőséget. Én is köszönöm. Én is érdekel, még közvetlenül, hogy én nem képviselkedj optimista álláspontot, tehát hogy megpróbáltam ezt ilyen. Késő. Ez nem optimista, mert ugye és ez egyszerűen csak arra repetálom, hogy egyre többen megpróbálnak ezzel a témával foglalkozni. Ez teljesen nyilvánvaló, hogy bizonyos társadalmi csoportokat, kifejezetten marginális társadalmi csoportokat kihasznál a technológiai fejlődést, amit mi annyira itt Európában nem érzik. És de ettől függetlenül egyre nagyobb figyelem fordul a téma felé. Majd hallgatói kérdés. Azért érdekes számomra ez az egész, mert Jánoshoz visszacsatolva, tulajdonképpen arról beszélsz, hogy ez az életről szól. Tehát amilyen veszélyhelyzetet felvázoltál, az tulajdonképpen az élet maga. Tehát én értelemben a művészet az tulajdonképpen az életen tartja a pulzusát, vagy az élet pulzusán, vagy a valóság pulzusán tartja a mérőműszerét. Tehát én értelemben én nem féltem a művészetet, hiszen mindig is valamilyen konstrukciót hoz létre az élettel szemben, vagy az élettel párhuzamosan, ami a jövőképet is befolyásolja, tehát a jövőket határozza meg. Tehát az, amit az apparátusról beszélünk, vagy a technológiákról beszélünk, ezektől sokszor elvárjuk azt, hogy legyenek transzparensek. És akkor itt jön az a része, hogy mi az az esztétikum, és mi a művészet maga, vagy mi az, ami az idiómákról szól, vagy mi az, ami a konceptualitásról szól, és sokszor ez az archiválás probléma, meg a gyűjtemény probléma számom ott tűnik ki, amikor mi az, amit már nem tartunk értékesnek ahhoz, hogy a gyűjteményben bemutassuk, hanem ami már kikobik ebből, és ezért számomra az, hogy valaki mondjuk az 50-es években, vagy a 60-as években a technológia számára jelentette a világhoz való hozzáférésnek a megjelenítését, tehát mondjuk egy katódsugaras kijelző, az volt az akkor elérhető legjobb reprezentáció, vagy a legmagasabb rendű reprezentáció, azt ha újraértelmezzük, és tehát hogy most az apparátust konzerváljuk, vagy pedig magát az élethelyzetet, mert az élethelyzettel együtt az egész világ kellene kontextualizálni és hozzáférhetővé tenni. Tehát úgy gondolom, hogy lehetne kidolgozni olyan,
olyan apparátus értelmezéseket, amiket minden apparátus mellé oda kellene rakni, mint egyfajta világ koncepció, hogy hozzáférhető lehessen, vagy hozzáférhetővé legyen. De hogyha erről leválasztjuk, akkor marad egy kép. Tehát hogyha valakinek szüksége volt arról, hogy óriási monitorfalat létrehozzon ahhoz, hogy egy nagy képet tudjon létrehozni, akkor manapság ez már nem kérdés, tehát hogy olyan felbontású felvételeket hoz. Tehát hogy nem tudom, hogy a művészetnek az értéke az hol jelenik meg, és amikor azt látom kiírva, hogy megvásárolta a múzeum, tehát hogy akkor az apparátust vásárolta meg, vagy pedig hogy tehát az új médiumoknak mi az értéke, vagy hol jelenik meg az értékük. Tehát ez is egy kérdés, mert aukciókon nem találkozom úgynevezett médiaművészetekkel. Tehát nem birtokolható, nem egy ízlés, kultúra része, amit a falra rakok például. Tehát hogy hol jelennek meg ezek a kérdések, mert számomra nagyon, nagyon bonyolult dolog az, ahol megjelenik maga a művészeti érték, és maga maga az eszköznek az értéke. Tehát hogy hogyan válnak ezek külön, például az archiválás folyamán. Szerintem se fog eltűnni a művészet, és szerintem ezt az utolsó felszólást külön megőrizzük, mert szerintem ez fogja adni a Bélának a következő konferenciájának a témáját, mert abszolút jogos a kérdés. Folyamatosan tulajdonképpen összegzi ezt az alapot is, meg amiről az elmúlt konferenciák is szóltak, hogy nem technológia-történeti múzeumban már egy múzeum, hanem a kontextust és a hozzá kapcsolódó tartalmi jelentést próbálja meg valahogyan megörökíteni, továbbvinni, és nem feltétlenül egy projektor hosszú távú megőrzése itt a cél, hanem lépést kell tartani azzal, hogy milyen irányú változtatásokat, meg módosításokat tud egyáltalán eszközölni egy gyűjtemény, és itt most visszakanyarodnék megint az alap problémához, ami ebből a szempontból egy orvosi ló, az Eszterházi Marcelnek a feljavított digitális állománya, hogy szükséges-e folyamatosan újítani, és meddig mehet el az a határa, meddig még belenyúlunk ebbe a műbe, mert alapvetően akkor vettük észre ezzel, hogy probléma volt, hogy nem azt az élményt hozta látszólag a tárgy kivetített projektorral, mint ami 2006-ban megjelent a szemünk előtt. Tehát folyamatosan az emberi felfogás, az emberi érzékelés is a technológia változásaival módosul. Amit akkor high-technek érzékeltünk 2006-ban, azt ma már nem érezzük. Ugyanúgy egy ilyen 4-3-as fekete-fehér katócsugárcsöves televízió készüléken a filmeket tűélesnek érzékeltük, ma viszont már egy gombos tű méretű kép lenne itt egy ilyen 4K-s projektorral kivetítve. Köszönöm szépen. A 4-3-ról a 16-9-re, de mennyivel szebb a 4-3? Igen. Köszönöm szépen a figyelmet, és hogy mindenki itt volt. Ez nem egy konferencia volt most, hanem csak egy beszélgetés, de szívesen várunk mindenkit majd 2020. februárjában, amikor majd egy médiaművészeti konferenciát szervezünk, ugyanitt a múzeumon belül. Ezzel kapcsolatban az infók majd hamarosan. www.ludwigmuseum.hu. Köszönöm szépen!